Hello, sziasztok! Én Stonline vagyok, és itt a My Time at Portia. Újra kezdem a játékot, ennek oka az, hogy az első videó ugye az 1.0-es verzióból volt. Ez most a 2.1-es verzió, igazából hiába mondtam azt, hogy nem szeretnék frissebb verzióval játszani, hanem inkább azt szeretném tolni. Túl kevés content old menne, és abban reménykedek, hogy talán ebben már van több lehetőség. Értem itt például a ilyen romokat, meg hasonlókat, remélhetőleg már ebben benne vannak, nem néztem meg. Most átnézzük amúgy ezt a videó, kis intro videót is, kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen, mert én se adtam amúgy még. Hát igen, itt jövünk ugye. Játék ugye változatlanul szép, elvileg ebbe a verzióba nem tudom, plusz content került bele, bugfix az biztos. Nem tudom mondjuk milyen jellegű bugfix, én egyet találkoztam, ez videón kívül történt, akkor a karakterem úgy döntött, hogy ő sprint világbajnokot játszik, és így az átvezető után közvetlenül elkezdett futni előre a francba. Nem tudtam vele mit tenni egyszerűen, ő úgy gondolta, hogy ő fut. Igen, My Time at Portia. Így van Presley. Azt hiszem az előző részben amúgy nem így nézett ki Presley, de ebben nem vagyok biztos. Elvileg egy-kettő karakter külleme lehet, hogy változni fog ugye a játék folyamán. Nem vagyok benne biztos, mondom, hogy itt változott-e valami. Amúgy ez a rész úgy tervezem, már most előre szólok, hogy egybe fölveszek 2 részt, vagy pedig így egy rohadt hosszú részt fogok csinálni. Megyünk. Be is állítom az ébresztő órát, most van 9 óra 6 perc. Ameddig ráérek, én azt mondom, hogy az a 10 óra 30. Ebbe 2 rész simán belefér, de lehet, hogy egy bazi hosszú rész lesz. Hát egy olyan 1 óra 15 perc, igazából az tényleg egy ilyen korrektebb kis nekifutásnak minősülne. Hát igen, itt a házunk, ugye ez változatlanul így történik, itt a nagyapánktól kapott levél, vagy apánktól, azt mondom apánktól, ezt nem olvastam el pontosan. Elvileg a játék zenéje az nem fog érte basztatni a YouTube, legalábbis az első részben nem történt meg. Remélhetőleg hallotok rendesen, de ezt mindjárt meg fogom lesni, hogy hallotok-e. Elméletileg igen, de egy nagyon kicsit lejjebb vettem azért a játék hangerejét, így már azért biztos fogtok hallani rendesen. Ugorjunk is neki akkor a játéknak, így a külvilágnak, ugye változatlan dolgok, első misszió, ugye menjünk el Presleyhez, itt vannak ugye szokásos dolgok. Itt van ugye a levél a porsiai újságtól, ez nem tudom, hogy későbbiekben mennyit fog jelenteni. Most igazából ez még csak egy ilyen kis bevezető játék, ugye, úgyhogy nem hiszem, hogy annyira hú, de komoly dolgokat fog jelenteni. Későbbiekben biztos ugyanúgy lesz, mint a milyen nevében? Stardew Valley-ben, ott is azért volt, amikor teljesen komoly, fontosabb információkkal látott el minket, ugye eventek, meg hasonló, gondolok itt például ugye a ilyen tavaszi húsvét, vagy mi volt abban is, csak valami máshogy hívták. Nem tudom, hogy ebben a játékban lesz-e ilyen, vagy van-e ilyen esetleg már most, én nem tudok róla. Ezt majd meglátjuk. Ez biztos, hogy buzi. De azban sem vagyok biztos, hogy ez fiú vagy lány. Szarul. De amúgy vel, mert nem tudjuk azt mondani, hogy szarulottunk. Hát igen, az első küldetés-nél vagyunk. Csináljunk egy fejszét, meg egy ásót, vagy nem ásót még mindig, hanem csákányt. Ezt gyorsan megoldjuk. Itt ez a kis köcsög, ezzel is gyorsan beszélünk pár szót, csak hogy egyáltalán létezik. Amúgy az előző milyen nevéből, verzióból, 1.0-ásból is vettem fel egy második részt is, de igazából túlságosan content hiányos volt, úgyhogy azért is nem szerettem volna feltölteni. Kell még egy fa, utána pedig még 8 fa. Kő az is kell még valamennyi. Hol voltak itt kövek, fák, meg hasonló. Fa az van itt, azt látom. Valamennyi kőre is még szükségem lesz, szóval nem kéne elkapkodjam. Ahogy nézem, gyorsabban szállnak belém a cuccok, szóval itt tényleg azonnal megkapjuk. Bár lehet, hogy ez csak a ilyen instalútos cuccokra jellemző. Itt van egy kis kő. Így elvileg már elég is lesz az összes cumó nálunk. Játéknak amúgy a Steam-es verziója, még a demo is csak januárban fog elérhetővé válni. Úgyhogy ja, egyelőre csak ez a lekalózkodott verzió marad. Sajnos. Mert amúgy én ki szerettem próbálni, mert ugye az akkor gondolom kapja majd a contentet. De az csak a Early Access előtt fog megjelenni valamennyivel. Hát nem ma igazából attól függetlenül. Ó, szia! Te vagy a farmer lány, igaz? Ja, ez egy ilyen kicsit szimpatikusabb hölgyemény. Itt is vannak ilyen kéregetők, itt van például Nóra. Te voltál az, akit az előző részben szektásnak hívtalak, azt hiszem. Ja, hát igen, kicsit mondom, a karakter küllenek lehet, hogy változtak. Ez nem tudom mondani, hogy biztos, hogy nem. Na mondjuk ez nem változott meg. A másik csórikám. Megismerjük gyors karaktereket, azért mégse legyünk teljesen totál parasztok. Itt van Mars. Oh, hello. Ki vagy? Mögötte lévő. Hölgyemény. Na, te veled még nem találkoztam. Nem veled akarok, bocs. Veled még nem találkoztam. Az orvosnak az asszisztense. Hát ilyen asszisztens mellett hát én is orvoskodnék. Kikúrálnám. Na igen, de menjünk vissza. Itt van Presley, amúgy ott van a küldetésfa, nem tudom, hogy itt most milyen küldetéseket fogunk kapni a játék legelején, ezt mindjárt úgyis meg fogjuk nézni. Kell csinálnunk úgyis egy önözőt. Aha, itt vannak ilyen plusz dolgok. Elég sok pénzt kapunk érte, illetve hát plusz dolgokat. Mit kell neki csinálni? 4 copper plant. Egyelőre az a baj, nincsen rendes iparunk. Wooden storage, ugye ez a maga a rak, az az ilyen kis raktáros doboz. 3 napon belül. Ezt elvállaljuk. Ezt fogjuk tudni. Ja, mi még nem regisztráltuk, értem. Na, ez viszont egy olyan küldetés lesz, amit majd fogunk tudni teljesíteni. És akkor itt fogunk tudni majd küldetéseket összeszedni. Nem tudom, hogy ez az előző részben benn volt az a kis tábla, én nem láttam, őszinte leszek. Lehet, hogy benne volt, egyáltalán nem kizárt, de bevallom, én nem vettem észre. Jövünk vissza, megcsináljuk, megnézzük egyáltalán, hogy mi az, amire szükség van hozzá, mert esküszöm fejben már nem emlékszem. Hiába nem régen játszottam a játékkal. Kell hozzá 10 kő, abból egy stone stool, meg 10 fa. Jó, akkor igazából mindegyikből kell még vágni hozzá. Ó, elfelejtettem, nem nagyon kéne sprinteljek a játékba, mert eszi bőven a staminámat. Talán még így ebben a részben, hát ennyit arra, hogy gyorsabban főszedő a dolgokat, ezek szerint csak az alaplútokat. 10 fa máig van, talán itt a 10 kő is meg lesz, egyből. Eszi álmas tanulminát, éppen hogy de meg lesz. Ó, kaptunk márványt is, meg kapört is. Nem sprintelünk, nekem ezt a sprintet ki kéne venni innen valami más gombra. Kell csinálnunk egy olyan másik fajta cuszlit. Egy ilyet. Igen, egyet. És akkor most már jöhet egy ilyen megépítése. Ehhez ugye le kell pakolni rá a dolgokat. És meg így van. Ezt pedig lerakjuk ugye ide, az előző részben is itt volt. Na, egy ilyet megcsináltunk, akkor most mehetünk vissza, leadni ugye a küldetéseket. Következő részben viszont csinálunk akkor... Sőt, szerintem akkor most már tudjuk is regisztrálni dolgokat, fölveszük a küldetést, és akkor a holnapi nap folyamán pedig a raktáraknak a megcsinálása lesz a feladat, amit majd le fogunk adni, azt amit tennél a csókánál, aki itt lakik. Presley, igen. Ja, most menjünk, akkor licenszeltessük meg a polgármesterre és a dolgokat, ugye neki is alá kell írni ezt eme papíruszt. Hiába itt ő az ipari csávókám. Ő már rábólintott, most már csak a polgármester az, akinek eme tevékenységet is meg kell tennie. Polgármester pedig így van, Gel. Gyorsabban haladunk, azt hiszem ez az előző részben a második napra húzódott rá ez a polgármester SD, és hát a harmadikra. engedjétek, nem bonyolítjuk túl. Ja. Ja, jó név. Senki nem tudja, mit jelent, állítom. Meg hogy miért ez a neve a csatornának, például azt szerintem senki se, elég, hogy azt én tudom. Na, menjünk vissza. Ja, meg kell ismerni embereket, illetve Presleynél kell jeleznem, hogy hát igen, megkaptuk az ipari engedélyt. És gondolkodtam hirtelen, mi a küldetés. Pörgöttem? Na, ilyet se kaptunk az előző részben, szóval ez is egy új mechanika. Legalábbis én nem emlékszem, hogy volt külön ilyen ipari, hát gondolom az valami ipari szint. Igen, most akarja ugye odaadni nekünk a kis küldetést, amit a paraszt csávókám be fog nyúlni. Mert hát itt ő a helyi komoly csávó. De megnézem, hogy milyen küldetés volt, hogy egy ilyen nagy menő csávó benyúlja tőlünk ezt. De hát ez van. Hát igen, ő itt a nagy menő emberke, ezt mondja. Hát mégis ő lesz a konkurens, ugye a Stardew Valley-ből is volt ilyesmi. Na, én meg egy bugfix. Az előző részből berúgta a csávó az ajtót, de nem nyíltott egyszerűen ki, hanem csak szimplán átsétált rajta. Ez végülis egy bugfixnek van, minősül. Látszik, hogy tényleg valamennyi dolgoznak azért a karakter, vagy a játék készítői, a magán a játékmechanikán, meg minden. Mondjuk ez csak egy ilyen átvezetős dolog, szóval a játékmechanikában nem ártott semmit se nekünk. Fölvesszük viszont elmeküldetést is, elvileg ugyanazok a küldetések vannak, ja. Ezt mindenképp szeretném felvenni, nem sok ad, de azért egész jól fog fizetni. 5 üveg, na azt nem fogjuk vállalni, mert a homokot nem tudom honnan szerzünk, ahhoz meg azt kell. A barátok között is a homokosság kell hozzá. Viszont téged nem ismerünk szerintem, csak szimplán úgy odaadtad a küldetést egy vadidegen csávónak. Ja, most már téged is megismertünk, kiket kell még megismernünk, ezt azért nézzük már meg. Mert akkor még hiába ebben a napban már nem nagyon lesz időm semmire se. Xú, Pauli, Carol, jó, konkrétan senkit nem ismertünk meg, teljesen királyok vagyunk. Akkor bejövünk ide, hát ha itt lesz most a csávókám, és akkor legalább tudjuk, hogy ide kell leadni ezt a küldetést. Vadászunk rá, de egyelőre nem találtam, hát a fönn van az emeleten. Nem. Ön kis barátságos otthonok vannak, amúgy, legalábbis szerintem. Elég minimalistán élnek, de attól függetlenül barátságos legalább. Amúgy a térkép jelzi, most nézem. Mondjuk... egyrészt itt lenne a csávó, de ott most nem volt benn. Másrésztről a térképnek az irányítása az eléggé szar egyelőre szerintem. Másrészt itt kéne lennie valahol a csávónak. Mély, ki vagy? Ja, te vagy a Porsche Time-os riporter Csajci. Jó, akkor téged is megismertünk. Itt be lehet menni? Kíváncsi vagyok, hogy itt még vannak. Kihasználjuk ezt a napot akkor arra, hogy ugye megismerjük a helyieket. Itt van Django, Fett, Bolhetnek a fejvadásztársa, vagy Isten tudja ki volt. Illetve itt van Sonya, aki a pincérnő az étterembe. Jobb, se jól olvastam. És itt nem vagyok benne biztos, hogy jól... Opa, ki vagy te? Toby, téged se ismerünk még. Te vagy az a szihopata fejű. Nem tudom, nekem ez valami szihopata fejnek néz ki. Amúgy nagyon barátságosnak egyben, de minden szihopata barátságos egyben. Legalábbis nem tudom, nekem így ez a véleményem. Ott vannak a kéregetők, ott megy valaki, meg még valaki, meg még valaki. Ezt jól megaszontam. Itt van Lucy, te vele se találkoztunk szerintem az előző részben. Ja, de te vagy a tanárnő. Csak így oldalról nem ismertelek meg. Itt van a kéregetők, itt jön Bamna. Ilyen amatőr romallaíró és kertész. Márta. Hát te ilyen nagyon depressziós csajnak nézel ki, amúgy Tobynak az anyja, oké. Carol, amíg beszélünk, mert látom, hogy van valami, itt van Petra. És elég gyorsan haladunk. Carol, téged meg is kellett ismerjünk. Illetve tőled kaptunk is 2 fiberklatot. Ezt a mai napig nem tudom, hogy mire fogom tudni felhasználni. És itt van az építő. Jó, akkor te neked kell majd leadni az egyik küldőt. Illetve itt tudunk majd venni ilyen ládákat. Venni kell vagy gyártani? Ó, ide be lehet jönni így. Na, azért beszélünk veled, hát ha van valami olyan dolog, amit így nem árt tudni. Hardwoodot kaptunk tőled, illetve egy kicsit jobban is lettünk. Mars, veled azt hiszem már beszéltem, de ebben nem vagyok biztos. Nem, te veled még nem. Ja, tőled kaptunk Stonebridge-et, ugye követ. Jó, gyorsan haladunk, azt lehet mondani, így végigismerkedünk mindenkivel. Itt a Dakota csávó, ő a Civil Corps-nak az egyik tagja. Dolly, az egyik értelmesen megrajzolt lányzó. Meg itt van Molly. Ez a kettő karakter legalább értelmesen van úgy megrajzolva, van egy-kettő nagyon érdekesen kinéző. Mondjuk azt nem tudom, hogy az volt-e benne valami javítás, de tél, most meg ott kéregetnek, figyelitek? Vannak 20 ebben a városban, nem mindegy hol állnak meg. Jó, itt már mindenkit ismerünk, itt is mindenkit ismerünk. 17 óra 30 van, szóval hamarosan fog sötétedni. Mondjuk nem tudom, hogy itt ebben a játékban meddig van a játszhatóság idő. Ugye a Stardew Valley-ben azt hiszem éjfél vagy egy óra, vagy valahogy így, és utána akkor automatikusan visszakerülünk a bázisra. Cserébe viszont valami kis lootot be fog lopni, ott van Django. Volt itt egy makka valahol, ezt elfelejtettem belőle beszélgetni. Ott van, odáig most nem megyünk érte. Viszont lopunk egy-kettő lootot. Jaj, már ahhoz is Taminak, hogy egyáltalán ezt fölvegyem. Na, ezt nem tudtam. És Tamina használatra amúgy nagyon oda kéne figyeljek, mert egyelőre nem a legjobb a helyzetem. Mennyi izék fog kelleni? Fa kell majd ehhez. Ezzel fogjuk kezdeni amúgy. 20! A kurva anyádat. Szóval, ja, holnapi nap egy erdőírtó iparos leszünk. Ez egy jó eséllyel így lesz. Kell nekem is amúgy egy doboz, hogy 7 darabot kéne összeszednem. 7x20-140 darab fa az, amire szükségem lenne. Hát igen, még mindig nem a legjobb a helyzet, ugye. Hát ez lehet egy 2-3 napra lévő projekt. Itt van Quia, vagy nem tudom, hogy egyik nevét. Ő a Fishermannek a testvére, jól értem? Fishing Route. Hát igen, sure. Kaptunk itt is egy küldetést, bár mondjuk ez azt hiszem nem időlömites, szóval ilyen szempontból jó. Illetve meg is ismerjük akkor már a kis Fisherman, es távó, valakit. És Porsche-tánytól kaptunk egy levelet. Nem, ez a város ez a építéssel kapcsolatos, igen, itt mondja el, hogy vannak ezek az insták, bár még egyelőre nem hiszem, hogy benne vannak a játékban, de mi meg fogjuk nézni. És akkor menjünk, írtsunk fát. Elég sokat kéne, igazából. Az álmodene. Hát igen, azért egy kicsit staminát is növelte meg minden, szóval jobban állunk most már ilyen szempontból. Hát sokat kell itt most fát írtani, de semmi probléma. Leütöttünk. Még ebben nem tudom, hogy hogy tudunk fát szedni, bár nagyon minimálisat lehet, egyet. Közben is igazán érte meg. Csak a staminát csesztük el vele. Viszont ezekből elég szépen lehet összeszedni a fát, szerencsére. És hardwoodot is kaptunk. Na, ezt az előző részben ezek a fák még azt hiszem nem dobálták. Szóval ez jó dolog, ugyanis hardwood az fog kelleni azt hiszem a... milyen nevéhez? Hídépítéshez. Ugye a hídépítés az nem egy időlimites projekt, azt hiszem legalábbis. Ezek mennyit igényelnek? Egyeket? Hát mondjuk 2 fákat adnak, szóval nem sokat. Mindenesetre már mindjárt 3 dobozt meg tudok csinálni. 3 doboz már meg lesz. Ez egy jó kis pénzkereset lenne, elég sokat tudnánk belőle összeszedni, nem tudom olyan, hogy mennyi pénzünk van most, vagy ezt hol fogja jelezni a játék. Gondolom itt az inventorinál azért lesz ennek valami kis kimutatása, mindjárt megnézzük. 20 pénzünk van, hát igen, azért ezt kicsit meg tudnak küldeni a boltunk anyagi helyzetét. Ez biztos sokat fog adni, mert sokat kell ráütni. Hardwoodot is talán? Ah, nem, de 12-t adott, úgyhogy ez elég baráti. 4-et már meg tudunk csinálni. Talán meg lesz még ma... Ehhez már komolyan fejszik el. Talán ma még meg is lesz 5, vagy esetleg a 6 is, bár az kicsit neccesnek tartom, nagyon szűkösen fog kijönni, hogyha a 6 meg lesz. Á, 6 az nem lesz meg. 5-öt meg tudunk majd csinálni, de úgyis van idő, vagy még van időnk. 3 napot kaptunk ki a küldetés teljesítésére. annyi idő alatt meg vagyunk. Hoppá, elbasztunk egy ütést, semmi probléma. 5-öt meg fogunk tudni meg csinálni, holnap meg le... Sőt, akkor egyik dobozt azt meg is csináljuk magunknak. Várjunk, külön rakja ezt már, mert egyszerűen nincs helyünk. Ezt ide berakjuk, és akkor itt látjuk, hogy mennyi az, ami fog kelleni. Hát... 17 darabra lenne még szükségünk, de nincs egyszerűen elég nyerségünk. Ez meg szerintem csak staminát tölt, vagy nem, staminát nem tudom, hogy tölte. Védelmet ad időre. Úgyhogy ezzel nem igazán vagyunk kisegítve. Semmi probléma, akkor csinálunk dobozt. Amennyit tudunk, gyorsan. Craftoljunk 5 darabot. Ja, hát 13-ra még is szükségünk van, de semmi baj. Ezt elrakjuk holnapra. Minden esetre ki kéne használni attól függetlenül az időt. Egyet lerakunk magunknak. És amire nincs szükségünk, mint például a fibercloth, hogy ne foglalja helyet. A hardwood kő, kötél, copper, márvány. Ezzel legyünk rendezettebbek. Maga a licenszkönyv, arra egyelőre nem igazán van szükségünk, talán még a védelemre se igen, úgyhogy vagyunk harcképes állapotban. Ezek egyelőre maradhatnak szerintem. Ezt kicsit át is rendezzük így. Ez küldetés item, szóval ezt így helyre, közre fogjuk. És akkor amondó vagyok, hogy induljunk el. Majd a házat is ugye meg kell javítani, mert ugye akkor sokkal több staminát fog adni. Tehát ez egy időre lévő küldetés, ugye ez miatt is szerettem volna már most tudni, hogy megcsinálom. Nem tudom, hogy ez, ha mit tudom, 5 nap múlva ott lett volna meg a küldetés, hogy 3 nap múlva kéne neki fa, elég hülyeségnek tartanám. És itt megy valaki, te vagy talán Doki? Nem, Albert. Albert az ANG Constructornek az egyik dolgozója, vagy vezetője, vagy Isten tudja miért. És ez micsoda amúgy? Nem mindegy. Lee, veled már ismerkedtünk, de vagy az egyik csöves csávó. Ki az, akiket meg kell még ismerni? Mission. Xú van vissza, meg Sofia. Sofia ugye a farmnál dolgozik, és hát az övé a farm. Xú pedig itt van fönn valahol egy hegyen. Egy ilyen, mit tudom, doki ugye, fönn van itt a francba. Haldokló az véletlen se tudjon fölmászni ide, úgyhogy kevesebb a dolga. Hát végülis ez is egy rostálási megoldás. Basszus, hol is van? Most gondolkodok, mert azt tudom, hogy valahol itt van, de hogy hol. Azt így fejből nem tudom megmondani. Nézzük már meg akkor azért azt ki tudjuk-e nyitni, vagy be tudunk-e ide menni ebbe a ruinsbe. Na, ez a karakter minden esetre, ahogy látom ide be akar, szóval... Aha. Nem, Cummingson. Nem, semmi baj. De akkor ezek szerint Remington lesz az, aki itt fog minket kalauzolni talán. Minden esetre akkor ez a következő verzióban lesz elérhető, semmi probléma. Így szerintem azért most elég sok content van a játékban olyan szempontból legalábbis, hogy ezekkel a küldetésekkel azért megnyílik elég sok lehetőségünk. Lehet, hogy Xú amúgy ott van hátul, mert ott látszik egy csillag mögöttem. Térképen. Beszélgetünk veled, mert te olyan kis aranyoska vagy. Kicsit ezzel is növeljük ugye a kettőnk kis viszonyát. Doki az nincs itt. Na, és akkor keressük meg a dokit, mert most már őt tényleg meg szeretném ismerni. Valahol erről jön valaki, aki hát csillagos karakter, szóval talán akkor ő lesz az. Gondolom ezek valamilyen küldetéssel kapcsolatos emberkék szeretnének lenni. Hát én itt nem látom. Á, de így van. Eléggé rossz a jelölés a térképnek, de gondolom ez is majd javítva lesz. És akkor már csak Sofiát kéne, az öreg lányt kéne megismerni. 3 gyógynövényt kaptunk. Mondjuk ez várható volt, hogy ilyesmiket fogunk kapni, de semmi baj. Sofia pedig... Márta, őt ismerjük. Hát, kiket nem ismerjük még így a karakterek közül amúgy. Itt a kalendárium. Amúgy ezek, nem tudom, a születésnapok még egyelőre nincs beállítva a játékba, vagy fene se tudja. De nem igazán sok minden van ilyen szempontból nekem meg. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ha mennyi karakter van ebben a játékban, van meg? Ha hún az Istenbe. Vagy lehet, hogy csak az idő múlásával fog bejutni, vagy bekerülni a játékba, vagy talán esetleg azt tudom elképzelni, hogy még egyelőre benn sincs a játékba, és csak később fogjuk így őket megkapni. Fölmegyünk abba a kávéházba, megnézzük, hát hol van valaki. De baromi sok karakter van, vagy lesz a játékban. Itt van Gászt, aki után néztem egyszer, hogy ez jó néz ki, aztán kiderült, hogy ez nem nő. Hát na, hátulról láttam. Itt van a malac. Ahogy igen, ezt is ismeretségnek számolja, hogy megismertünk egy malacot. Én kóbásznak neveztem volna. Jövünk ide a kávéházba. Nem jövünk be ide a kávéházba. Falling Damage, ahogy látom, nincs, bár nem volt egy hatalmas esés. És itt van elvileg Sofia. Adolnak a tikok, még jó, hogy azokat egyesével nem kell megismergetni. Ugye még nem ismerjük a Fishermant, akiről tudok, hogy benn van a játékban. Ez a Sofia, meg van ott egy ilyen mexikói küllemű csávó, akit nem ismerünk egyelőre még. Egy van Sofia. Jó, ezzel megvan még egy küldetés. Kaptunk egy tejet, illetve 10 ismerettséget. Ezt a küldetést elméletileg nem kell leadnunk. Ott van a mexikói csávó. Ezt a küldetést elméletileg nem kell leadnunk. McDonald's. Rancher. Farmer talán, de mondjuk az nem az szerintem. Valami hasonló ilyen állattartósli. Ott Fisherman lakik, azt hiszem. Arra egyáltalán nem tudom. Ott ugye az a rész alapból úgy fog megnyílni, hogyha azt a hidat megcsináljuk. Ezzel ugye egy új területet fogunk megnyitni. Ami az miatt is lesz érdekes, mivel hogy ott láttam múltkor is valami élőlényeket, amiket nem tudom, hogy mikor ugye olyat még nem láttunk. Úgyhogy igazából van még content a játékban, ez hamarosan meg ki fog derülni, következő napra átszkipeljük, megcsináljuk ezt a küldetést a csávukámnak. Sőt, szerintem nem végig gyors a városházába, benézünk oda. Az miatt, hogy nincs esetleg valami olyan küldetés, fussá haza. Azért nincs esetleg valami olyan küldetés, amit a holnapi nap viszont megint csak meg tudnánk csinálni. Már nem tudom, hogy eddig kapunk-e új küldetést, amíg az egyiket le nem adtuk. A story mission-től függetlenül, meg gondolom ez egy story mission, ez a hídépítéses. Szerintem amúgy van valami sztoria is ezzel a játéknak, legalábbis kellene. Antoannal viszont még nem beszéltünk szerintem. Ja, őt is most már megismertük. Ja, vannak új küldetések. Itt van egyrésztről ez az 6 food and storage. És ezt kinek kell adni? Ja, hogy ez az, amit fölvettünk már, azt hiszem. Ja, 5 van meg. Kéne ennek a karakternek 3 roster meats, az nem tudom mi. Ennek, ezt a karaktert sem ismerjük még, bár elég sziopata feje van. 5 nap van a teljesítésig, a kutató laborban dolgozik, és 14 fűbörkrot kell neki. Hát 2 van, amit úgy kaptunk. Úgyhogy, ja, elég sok kell még. Már meglátjuk, hogy milyen lesz. Ugorjunk neki akkor szerintem a következő napnak. Ó, még csak egy ilyen negyed órája megy nagyjából a videó. Ahhoz képest elég gyorsan áthaladtunk, 2 napon elég sok, egyből már egy küldetést konkrétan meg is csináltunk. Legalábbis nem sok van vissza belőle. Ja, következő nap. Na, lerakunk 1-2 dolgot amúgy. Tejet a szangunknál tartjuk, mert van egy macska is ugye itt a pályán. Azt még nem ismertük meg, de és annak akkor oda fogjuk adni, hogy legalább egy makkával jobban legyünk. Hát igen, még fáradtak vagyunk, minden több fát ki kéne amúgy vágni a mai nap folyamán. Porsatány valami levél? Nincs. Minden több fát ki kéne vágni amúgy. Nem tudom, ezek a bokrok amúgy újra nőnek? Mert mintha itt az előbb írtottam volna amúgy, ami jó lenne, hogyha ezek újra nőnének, mert nem lenne akkor korlátozva az ipari mennyiségünk. Bár lehet venni is a dolgokat. Ami hát ismételten egy olyan dolog, hogy igen, vásárlás is benne kéne, hogy legyen elég sokszor a játékban, hogy kénytelenek vagyunk rá, vagy kénytelenek vagyunk vásárolni. Szerintem ebbe is lesz valami olyasmi mechanika, hogy faültetés, meg hasonlók. Mint ugye a Stardew Valley-be is volt, hogy szépen megépítettük a magunk is erdejét. 40 darab fára van szükségünk, ugye már előbb behasználtunk egyet saját magunknak. Na, ez így jó is, első körbe. És csinálunk akkor gyors kettőt, és akkor azt le is adjuk gyorsan neki. És akkor kész a quest, hittem ezt leadjuk a küldetést. Ott a makka. Megismerjük Pinkit? Máu, igen, máu. Nem szereti a tejet? Ha milyen makka ez? Ha most komolyan. Nekem régen volt macskám, hát az megőrült volna, a tejet adok neki örömébe. Itt most nem nagyon látok. Olyan nagy híró vagy. Ez nem tudom milyen telefon amúgy, úgyhogy most ide állunk szépen, azt megnézzük, hogy mi újság. Hát ha valakit megismerünk, bár nem látok nevet, úgyhogy igazából... Eltűnt egy-kettő karakter innen, legalábbis a hős lovagunk. Ezeket már ismerjük. Higgins ugye a paraszt csávó, az a doki, az a medveember. Beszéljünk csak vele? Meghoztuk az általad kért dolgokat. Ó, pörögám a pénz. 191. Teljesen fasza. Megnézzük, hogy nincs esetleg valami új küldetés. Ugye jelenleg elfogytak a küldetéseink, kivéve a hídépítős, de hát az szerintem egy hosszabb távú projekt. Az kicsoda. Sam. Na, Sam, te is a civil korpsnak vagy az egyik tagja. Na, te legalább úgy nagyjából kinézel valahogy. A kollégád egy kicsit olyan, na, érdekesen mutat. Bejövünk akkor ide a városházára, megnézzük. Gondolom minden nap azért van új küldetés, úgyhogy azért gondolom lesznek ilyen dolgok. Na, itt is van az. Itt vannak gondolom a leadandók, amiket felvettünk, ugye, és akkor ezeket itt is jelzi nekünk, itt pedig a jelenlegi lehetőségek. 10 bronzbár, hát bronzot azt meg egyelőre nem találtam. Copper Blast, 3 nap, egyelőre azonban nincs előre készletem. Lee-nek pedig 3 napon belül kéne 6 wooden storage. Jó, ez vállaljuk. 3 nap alatt megint össze tudunk vágni, szerintem annyit, hogy simán vállalhassuk. Az első egy-két küldetés, ahogy látom, így erről fog szólni, hogy ezt a kis fadarabot, vagy faraktárat fogjuk vágni. Most minden esetben nem akarok sprintelni, mert ezt szeretnék spórolni. Kiírtjuk ezeket a... ezek megjegyezzük, hogy ezek most itt vannak. Kivágjuk, és meglátjuk, hogy holnap visszanőnek-e. Ugye gyorsan nap elején elhasználjuk az összes laminát, az összes ilyen küldetést, amit tudunk megcsinálnunk, aztán a következő nap pedig, vagy hát a nap hátralévő részében ilyen felfedező útra fogunk menni. Megnézzük, hogy egyáltalán mi az, amiket tudunk csinálni. 2-re nem éri meg. 5 ütés volt ez, és ez mennyit adott? De megéri 2-re. Sőt, ez 3-at adott, ó, ez bőven megérte. Elférdálunk itt a raktárba, és ugye ez megint 120 fog kell lenni. Jó, hogy amúgy a fejsz az nem használódik el. Pedig aztán lenne értelme, mondjuk mit tudom én, egy olyan 2-300 ütésenként elhasználódik egy fejsze, vagy valami. Az biztos, hogy nagyobb fa annál, mint amit ki tudok vágni. Beakadt a játék, ahogy láttam. Amúgy a játék, mintha optimalizálást is kapod volna. Egyen jobb grafikán van a játék, mint az előző videóban, és az FPS-em egy kicsivel jobb is. Ó, ezt nem tudjuk kivágni, fuck. Hát akkor ez nem jött össze. Itt vannak megint ezek a repülő valamik, a sziopata lámák. Eljövünk erre ezt a részt, amúgy annyira nem ismerem, milyen szép pedig az. Ja, igen, ott van a híd, amit meg kell építeni. Jó. Akkor arra annyira most egyelőre nem tudunk elmenni, vagy ez az a híd? Mindegy, az a lényeg, ugyanarra a partszakaszra vezet. Igazából merre tudunk elmenni? Mi az, ami egyelőre nincs megnyitva nekünk? Ugye ezt a részt egyelőre nem tudjuk meglátogatni. Itt ezt a szigetet kéne megcsináljuk amúgy. Hát igen, egyelőre egy kicsi korlátozóna ugye a játék így lehetőség szempontjából. És rengeteg karaktert nem ismerünk, de hol lehetnek ezek a karakterek? Gondolom, vagy a meg nem nyílt területeken, ugye a maga a romok, esetlegesen az ilyen szigetek, vagy valami, ott talán lehet még valaki. Mondjuk abban a romba, nem tudom, az lehet egy insta is mondjuk. Akkor van itt valami kutatóépület, ott se voltunk még, ugye ott van az egyik kutatócsaj. Azt is meg kéne még ismerni. Jövünk ide a halászfaluhoz, megnézzük, hogy egyáltalán mi újság, hol van itt a csávó, akkor már ezt is megismerjük, ez is le van tudva legalább. Aztán lehet, hogy rengeteg karakter még ugye nincs benne a játékban, itt azért van bőven nyílt terület, ahol lehetne még karaktert berakni. Maga a farm építése az annyira azt hiszem még nincs is benne a játékban úgy rendesen, szóval akár még az miatt is ott van egy lehetőségnek, hogy még farmerek sincsenek annyira, ugye ott van Sofia, de hát az most annyira nem nagy interakció, csak tudunk tőle vásárolni. Utkor így volt a csávó, ott a horgász csávó, bár ez lehet, hogy akkor így valami. Akkor viszont nem vagyunk bele segítve, de azt hiszem ez nem az. Ez a Vuba. Ő Butmannek, a hajós embernek a testvére. Szóval az egyik a horgász, a másik a hajós, értem? Itt egy hajó. Nem viszel valahova? Ahogy látom, nem igazán van ilyenre lehetőség, minden esetre érdekes egy csávó vagy. Vízbe beesünk, akkor mi van? Vízbe beesünk, akkor töltőképernyőre visszakerülünk a partra, értem? Ott a másik csávó. Te vagy a Kuiva vagy mi? Te itt... nem. Liuva. Ilyen trader csávó, ahogy látom, legalábbis a szövege alapján, valami olyasmi volt. Jó, semmi probléma. Akkor tudjuk, hogy ez a klónhadseregnek a lakhelye, ez full egyforma volt mindegyik, sapkája volt más kb. Jó, menjünk vissza, nézzük meg a tudományos épületet, hát ha megtaláljuk, hogy melyik, most így hirtelen nem tudom fejből. Szerintem tudós, kicsit nagyzolós, úgyhogy magasabban lesz az épület, nem az alapszinten. Itt aztán mindenkit megismertünk. Na, kicsit iszok közben. Jelenleg 2 darab izét tudnánk kivágni, vagy csinálni, ilyen wooden sztorist. De lehet, hogy akkor én ezt el is fogom használni arra, hogy gyors megjavítsam a házat, ezzel ugye staminát nyerve. És akkor a holnapi napig ugye több staminából talán vissza tudom építeni a dolgokat. Szerintem ez is lesz, gyors megcsináljuk a házat, és akkor holnap full staminával fogunk kezdeni. Mégse fél stamina, és akkor talán többre fogunk menni. 3 darab, hát az biztos, hogy megjavítjuk, ezért azzal már nyerünk elég sok staminát. Itt is 3 darab, ó, ez barát, eddig 6-ból nyertünk staminát. Hát igen, ez a 20-as az fáj, de most ki fogjuk bírni, most az egyszer kibírjuk. Meg itt van még egy 10-es. Jó, az egész ház kész, holnap full staminával fogunk kezdeni. Ezért már elég baráti lesz. És hát full staminából szerintem egy nap alatt össze tudunk, vagy meg tudunk csinálni egy-egy ilyen küldetést. Sőt, talán még egy kis pluszfát is fogunk tudni vágni. Te vagy az buzicsávó? Vagy hát olyan érdekesen kinéző? Vagy te valami másik ember? Vagy azt látom, hogy itt rajzolgatsz. Ja, te vagy egy ilyen művész. Ott megint a szihopata bogarak. De ahogy látom, az idő múlásában napszaktól függően más élőlények vannak itt. Mégis nem egy rossz dolog. Jó, azban eléggé estelődik már. Szerintem skippeljük át ezt a napot. Aztán meglátjuk, hogy mi van. Meglátjuk, hogy majd itt lesznek amúgy fák. Mert ha visszanőnek ezek a bokrok, akkor legalább tudjuk, hogy az iparunk, meg sőt, még itt is megnézhetjük majd, hogy az iparunk az egyáltalán mennyire van korlátozva. Ha nem nőnek vissza, akkor ugye, igen, venni kell a dolgokat, ugye. Ez ugye egy kisebb érvágás, viszont nem vérzünk el benne, mondjuk úgy. Hát... ja, ez egy kisebb érvágás, de el nem vérzünk benne. Valószínűleg venni kell a dolgokat, meg ugye ezek a gyűjtögetések lesznek komoly szerepben. Meg talán tudunk majd valahogy ültetni is, bár ezt nem tudom hogyan. Jelenleg 120-ra lesz szükségünk, oké, kaptunk egy kis plusz staminát, plusz 5-öt ugye. Hát nem sok, végül is 2 ütés, ha azt nézzük. Kibucoljuk akkor ezt a zónát. Ez már nagyobb recsenés volt, szóval talán több a fa. Hát szoszó. Ez mennyire erős fa? Hát nehéz fa ma. Nem baj, akkor ezt kivágjuk. De ki tudom vágni. Hát ez nem igazán éri meg, ez kötelet ad. Kötélből nem tudom, hogy így előre mit fogunk tudni csinálni, de összegyűjtjük. Eladni nem éri meg amúgy, mert ilyen egyeket ér, szóval nézegethetjük egyelőre csak. Emeltől lesz itt amúgy elég fa hozzá, hogy megérje. Ezt az egész napot így favágásra töltenem, mert szeretném akkor mai nap megcsinálni ezt a küldetést. 120 fára van szükség, szóval még elég sokra, azt lehet mondani. Ebből mondjuk elég sokat is kaptunk. 7-et. Kivágjuk el meg kisebb fát. Kőfejtőt egyelőre amúgy még nem találtunk. És hát ugye elég sok mindenhez több kőre lenne szükségünk, szóval ezügyben mindenképp kéne valami kőfejtő féleséget lelnünk. Na és nagyjából most fogyná el a staminánk, szóval még mindig nem lenne meg a... bár mondjuk nagyjából meg lenne, hogy az előző nap elhasználtunk elég, vagy volt elég sok fánk. Mennyit, nagyjából 40-et elhasználtunk, szóval meg lenne már a küldetés, de attól függetlenül jobban járunk szerintem, hogyha inkább ezzel foglalkozunk. Mindenesetre most ameddig tudunk, vágjuk a fákat. Szeretném ezt a részt kipucolni, illetve akkor legyen egy kis tartalékfa készletünk, hát ha lesz valami olyasmi küldetésünk, amihez fog kelleni. Igen, ott a mesterséges intelligencia megmutatja az igazi erejét. Azt hiszem már megvan a szükséges mennyiség. Jól látom, hogy itt van valami, amiben elakadtam az előbb. Nincs. Néha van olyan, hogy így, mikor hirtelen indul a karakter, akkor megakad, mintha valami láthatatlan fal lenne. Viszont utána meg már kiavul ez a dolog, szóval, ja. Van, amikor így kisebb hibái vannak a játéknak, de nem annyira vészes dolgok. Na, ezzel jól állunk. Akkor most már van elég fa. Amondó vagyok, hogy ezt meg is csináljuk, akkor 6 darab lenne szükségem. Igen, megvan a fesztítem, és közben elkezdjük csinálni a... ilyenünk már van, ilyen woodcuttert. Woodcutterhöz kéne copper, meg kéne kő. Hát szerintem egyikből sincs valami hú de sok. Hát nem igazán. Gyorsan lerakjuk a nálunk lévő fölösleges kötelet. Ez egyelőre nem igazán olyan dolog, amire szükségem lenne. Küldetést leadjuk. És aztán pedig elkezdjük, mennyi kopperem van? Mert akkor utána azt kéne elkezdenem összeszedni, hát nem sok. Mennyire lenne szükségem, mert az is egy olyan dolog, ami olyan, hogy fontos lenne tudni. Ö, 12-re. Ja, és kőre is lenne szükségem még. Amint ilyen téglára. És azt is fölvesszük magunkhoz, csak hogy tudjuk, hogy mi van. Téglát is így készhez vesszük. Hát igen, Copperből nagyon rosszul állunk, ugye hát eddig nem igazán a bányászatra mentünk rá. Na, kinek kell adnom azt a küldetést, mert én azt sem tudom. Mission? Nem. Te neked. Ja, ezt hol találjuk? Van olyan kérdőjeles dolog, de megnézzük a városhoz, le tudjuk-e ezt adni. Mert lehet, hogy meg itt is le lehet amúgy ezeket. Ez valami másik küldetés, Atarának 3 copper plant, hát azt egyelőre nem fogjuk tudni. Álló adott egy új küldetést, akkor ezek szerint nem itt a leadandók vannak. Civil Corpsnak szüksége lenne 5 copper piperre, hát egyelőre azt sem tudjuk teljesíteni. Illetve hát itt az 5 üveg. Amúgy ezért jól füzetnének, szóval igazából meg is érné, de sajnos egyelőre nincs rá büdzsénk, hogy ezt megoldjuk. Hát akkor ezek szerint rendesen viszont meg kell találni az egyes adott karaktereket, ott van. Nem mondom, a térképpen vannak problémák, most látjátok, hogy a jobb alsó sorokban teljesen máshogy jelzi. Quest. Peregálom pénz, teljesen jó. Ja, egyelőre nem veszünk fel új küldetés, mert nincs rá nagyon, nincs olyan küldetés, amivel tudnék valamit is kezdeni. Mit kellene csináljak igazából? Inventory, mi van az inventorimba? Ja, el kéne kezdenek bányászni. Jó, akkor elkezdünk bányászni. Remélhetőleg találunk valami olyan dolgot, amivel egy kis ipari előre tudnak szert tenni, hogy mit tudom, kőfejtő vagy valami. Örülnék neki. És gyűjtögetést is belevállalunk. Ez ugye csak követ ad, de hát a kőre is szükségem van. Vagy a kell téglát gyártsak. De használjuk, az a baj, elég lassan adja. Egyet rácsomunk erre. Jó, ez nagy hozzá. Viszont kaptunk egy kevés koppert. Ez egy ilyen bazi nagy szikla, azzal nem tudunk egyelőre mit kezdeni. Itt vannak még sziklák. Mi ez? Ó, növény. Ha mégis arra is szükségem van valamennyire. Ez is nagy hozzá. Passza. Kettőt is rábasztunk. Nem hiszem, minden nagy. Ó, márvány. Márvány is ugye fog kelleni az elsősorban az asztalhoz, egyelőre amit tudok. Aztán később meglátjuk, hogy mi az, amire még szükségünk lesz. A márvány ügyében. És elhasználtuk az összes energiánkat, tehát ennyit erről. Az a baj, hogy többi dolog, vagy semmi olyan dolog nincs ám, amivel ugye ezt tudnám visszanövelni a staminámat. Most azt hiszem, ez HP-t töld vissza, ezt horgászcsali. Horgásztot is majd ki kéne amúgy próbálni. És nézem így a kezelőfelületet. Írja ott ugye, hogy hány óra van, milyen idő van. Írja a napszak, vagy hát magát a napot. Írja, hogy ugye hogy nőnek a dolgok, legalábbis ott elméletileg. Azt jelezheti, hogy így másfélszeres szorzata van. Jó, hát egyelőre én nem mondom, hogy skippeljük át ezt a mai napot, mivel nem igazán tudok most mit csinálni. A nálam lévő fölösleges dolgokat viszont lerakom. Ezt bebasszuk ide. Ez se kell. Hardwood se nagyon kell. Meg a márvány se egyelőre. Úgyhogy ezt lerakjuk. Téglából, hát mégis 2-t ki tudunk égetni, de ez kevés. Még egy azon kívül fog kelleni. De nem baj, 2-t kiégetünk, hogy akkor ezzel is már gyorsan meglegyünk. 2 darab téglára van szükség, ehhez 5 órányi üzemanyag. 5 órányi üzemanyag pedig... Egyelőre csak annyit fogok betenni, amennyire szükségem is van. 3-at tudunk, ja már 8 kell, ó, akkor... 7 és fél órát, akkor viszont teszünk még hozzá valamennyit. Így, mondjuk így akkor 8 órára elég van, és 7 és fél órányi az, ami nekem kell. ez reggelre meg is van, akkor a kő projekt az már megvan, most már csak az azért fog kelleni, maga a copper. Abból viszont sok. Szóval valamit el kéne kezdenünk ez ügyben csinálni, hogy legyen egy kicsit több copperünk. Nagyjából szerintem meg is van akkor a kő, ennyi időn azt szerintem kiégett. 8 óra alvás, ez szokott kell lenni egy-egy karakternek. Ja, ez megvan. Menjünk, elsőnek a külsük szét ezeket. Ja, nem jó van kézbe. Így kell használni fölösen a staminát, legalábbis részben. Hát nem igazán jó, de adott van annyi koppert. Kivágjuk ezt a pár darab, vagy hát szétszedjük ezt a pár darab követ, 5-ös szintűleg vagyunk. Aztán pedig elmegyünk városházára, megnézzük, nem el tud valami olyan küldetést adni, amivel most már tudunk is valamit kezdeni. Mert jelenleg iparunk az még nem a legjobb. Na, ezek megvannak. És akkor nézzük meg, hogy itt mi újság. Copperből 6 darab van, és azt hiszem 12 amire szükségem van, szóval még azzal se állunk annyira vészesen rosszul. Szerintem a mai nap folyamán az még meg is lehet, hogy azt az építőt megcsináljuk. A dokinőnek kell 6 darab üveg. Hát üveget egyelőre nem tudunk gyártani, nem tudom honnan szerzek homokot. 13 fiberklot, hát azt se fogjuk tudni teljesíteni a kutatósnak, pedig 3 darab copper plates, hát azt se fogjuk tudni teljesíteni, amúgy ez nem a kutatós, ez a Petra. De ő is ezek szerint a kutatócenterben dolgozik, ezt nem is olvastam az előbb. Hát jó, akkor egyelőre nincs olyan küldetés, amivel tudnék bármit is kezdeni. Amúgy nem tudom, hogy ez mennyire nagy büntetést kapunk olyankor a játéktól, hogyha egy feladatot nem teljesítünk időre, vagy egyáltalán nem teljesítünk. Nem tudom, egyáltalán van olyan lehetőség, hogy nem időre teljesítünk valamit. Pedig aztán az építőiparban a késés, az bele van kalkulálva folyamatosan. Szóval ez a határidőt már egy ideje hanyagolják, úgy vettem észre az építőipari dolgozók, elnézést attól, aki ezen szakmának a híve. Csak így a tapasztalat beszél. Kéne egy jobb csákány. Azt is meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk megoldani. Melyik fát, azt csak úgy össze tudunk szedni valamennyi, szóval annyira nem gáz. De sziklából ahhoz, hogy komolyabb érceket nyerjünk ki, ahhoz mindenképp fog kelleni nekem. Mondjuk a hardwood is fog kelleni, azt meg csak a nagyobb fák fogják adni. Na, egy kis copper. Ó, 3, nem 2 adott. Valamennyi ilyet is összeszedünk, talán ebből is lehet fiberklotot majd gyártani, ugye növényekből. Valamit, hát ha nem is fiberklotot, de valamit biztos. Ez jó dolog. Én azt szerettem volna szétütni, de azt nem is lehet. Hát az se. Fogy a lehetőség, ezt szét lehet ütni. Milyen... Ja, hogy csak azt hiszem valami hely lesz ott. De ezek szerint nem. Időjárás változás nem tudom mennyire van a játékban, úgyhogy eső meg hasonlók. Gondolom, hogyha bekerül ilyen rendesen komolyabb szinten a farmerkodás, akkor ez biztos lesz jelentősége. Oh, de föl lehet ugrani. Van jelentősége? Nincs jelentősége. Mi ez a kerítés itt? Itt tennék. Hol vagyunk? Valami nagy erdő. És ezt ide hogyan férjünk hozzá? Ahogy nézem, ez elég durván hardwoodos terület lesz. Legalábbis amekkora fák itt vannak. Na, Portia Tree Farm. Igen, fa farm. Edit. Igen, szerintem még nem is ismerünk. Szeretnék ide bejutni. Buggy bug? Vagy mi ez? Hát ez lehet, hogy egy kis buggy bug, vagy csak szimplán nincs egyelőre megnyitva terület, de nem tudunk bemenni. Kavicsok errefele, ahogy nézem, már nem igazán vannak. Pedig aztán még kéne. Gondolom azért minden nyersanyagot lehet venni azért a játékban, annyira nem lehet gonosz, hogy nem. de hát azért nem akarok pénzt költeni rá. Meg hát ugye azt is ki kéne számolni, hogy egyáltalán megéri-e pénzt költeni az egyes küldetésekre. Story missionökre biztos, mivel hogy azokat kell teljesíteni, ha mondhatók ezek story missionnek. Párányok! Itt ki lakik? Már ezt nem tudom. Itt még szerintem nem voltam. Hát ide nem tudunk bemenni. Ott vannak az óriás kokaduk. Ja, ott a szombréros csávó. Az abban nem nagyon látok követ. Itt a sivatagos része, mintha lennének olyan kövek, amik számomra biztatóak, de egyszerűen nincs lehetőségem átjutni oda egyelőre. Ugye vízbe nem tudom belemenni. Szerencsére nagyobb büntetés amúgy a játék nem ad a vízbe való bemenetelnél, mint hogy visszabasz a partra. Viszont hát azért az is némileg büntetésnek számít, mert korlátozza az útirányunkat. Egyáltalán itt van egy kevés kő. Jó, ez adott koppert legalább. Egyet. Megnézzük ezt az irányt, hát ha találunk itt valahol kavicsokat. A szihopaták. Ott van valami kő még, meg ezt nem tudom, hogy ez micsoda itt előttem. Toby, te veled már találkoztam. Jó, hogy elszórtan egy-egy követ ad a játék, csak nem olyat, ami nekem kell. Megnézzük, a vízesés környékén nincs-e valami olyan, ami számomra fontos. Márvány? Gyere vissza, azaz. Megvan a szükséges mennyiségű copper. Ezt a részt meg kell nézni, mert viszont itt még nem voltam. Ugye a játék jól néz ki. Mondjuk a víz, ahogy beesik, az úgy néz ki, mint a taknyomnáthás időszakban. De ezt leszámítva jól néz ki. Itt valami secret room esetleg, a szikla környék, vagy ezért környéken. Vízesés környéken, semmi. Ó, itt is lehet horgászni. Fish. Hát mivel? Is ám fishing rod. Igen, fishing rodot is kéne majd gyártani. Azt sem tudom, hogy ahhoz mi kell. Egy beginner fishing rod. Kapnánk értem, hogy elég jó rewardot. Ja, hogy ennek is van lejárata, baszd meg. Ennek nincs lejárata, ennek nincs. Ennek van lejárata viszont. Akkor viszont arra nagyon gyorsan rá fogunk állni. Van 3 napunk, de hát akkor is. Az baj, hogy nem igazán tudom, hogy ugorjak neki egy-egy küldetésnek. Mi az, ami prioritást élvez, és ezt elfelejtettem megnézni ennek a küldetésnek az idejét. Mert hát én azt hittem, hogy ez egy ilyen csak nyugodtan játsszál, aztán majd mikor ráérsz megcsinálod. Küldetés. De ahogy látom, nem igazán. Erre megint csak nem látok semmi olyan dolgot, ami úgy számomra jelentős vagy lényeges lenne. Játék amúgy látványvilágilag szép, azt el kell ismernem. Na azok még. Ez egy injekciós tűn, repkedő, denevér szárnyakkal rendelkező panda. Mi a fasz szívnak ezek most komolyan? Azért az úgy... Azt így nem tudom hova rakni az életben. Hát jó. Ide nem tudunk bemenni. Nem nagyon találtam pluszköveket, szóval... Te milyen jószág vagy. Agresszív élőlényekkel egyelőre nem találkoztam, úgyhogy oda merek menni. Bár még ez elég brutálisan néz ki. Papabír. Jó. Ez legalább tényleg medvére hasonlít, úgy relatíve. Hát ez a tipikus papa típus. Nagy sörhas, kis köpeny, minden, aztán cammog. Gondolom ott lakik. Nem lehet veled beszélni? De lehet. Na, veled is jobban lettünk. Há, jó van. Vannak érdekes élőlények ebbe a játékba, és ezek szerint napszaktól is függ, hogy találkozunk-e velük. Így viszont, hát ez is ugye nap, itt az előbb futottam el, akkor még ugye izé volt, napközben volt ugye mennyi, 4 óra, 3 óra fele, akkor még ugye nem is ezek a lények voltak, nem is ezek, ezekkel nem lehet beszélni, elvileg nem. Ezekkel nem. És akkor ezek szerint ez számít, hogy mikor megyünk valamerre el. Gyorsan megpróbáljuk kiégetni a kapört. Elvileg azt hiszem a hídfőhöz fog kelleni majd az a... Work table fog kelleni hozzá. Woodcutter nem? Na akkor azt nem gyártjuk le. De fog kellene woodcutter és hardwoodhoz. Ja, akkor viszont egy ilyet le kell gyártanunk. 12 kell, ebből fogunk copperbar gyártani. Ezt megoldjuk. Én nem mondom, hogy a kulcsa használja el fát, szóval bebasszuk az összeset a francba, első körbe. És akkor ezt így 4-et legraftunk, hát ez 10 óra. Reggelre nem biztos, hogy minden készül. A márványt egyelőre lerakjuk, arra annyira nagy szükségem nincs, hogy így kéznél. Viszont elég sok márványt találtunk legalább. Na, illetve kő is van nálunk most bőven. Alszunk egyet. Na, és amondó vagyok, hogy viszont legyen itt egy zárás a videónak, egyből felveszem a következő részt is, de nem akarom túlságosan elnyújtani, így is amúgy elég hosszú lesz. Minden esetre, ha tetszett a videó, akkor szerintem nyomjatok egy lájkot, és ezzel is jelzitek nekem, hogy szeretnétek belőle folytatást. Egyből mondom, felveszem a következő részt is, úgyhogy nem fogom tudni a reakciótokat, de 2 rész legalább egyben meg lesz, úgyhogy biztos lesz belőle tartalom. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!